az ország az még mindig nem talált magára. Tudnélik, el kell, hogy mondjam, hogy a Szent István és a szűzanya kapcsolata az nyilvánvalónak kellene lenni ebbe az országba. Hiszen a szűzanyának ajánlotta föl Szent István a mi közösségünket és az ország területét is. Most ehhez képest az azért megdöbbentő, hogy a mai napig nincsen Mária ünnep, mint állami ünnep. Ezt nem tudom, észrevették-e. A környezetünkben több országban is van Mária ünnep, munkaszüneti nap. Nálunk, akiknél benne van a történeti hagyományban, mert ugye a Nagy Boldogasszony napján történt ez a felajánlás a történeti hagyomány szerint, nálunk nincs munkaszüneti nap. Én gyanítom azért, hogy nehogy a történelmi kultúránk, amit 60-valány éve vesztettünk el, újra feléledjen. A másik dolog meg az, hogy én azt hittem, hogy letudtuk már ezt a dolgot, de nem tudtuk le, mert az a Echo televízió különben, aki milliárdosnak a kezében van, ugye ott a koppánykodás az állandóan erősen fönn van, mármint témaszerűen. És a helyzet az, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy ugye, mert hogy most megjelent egy ilyen könyv, amely Koppány fényes nemzetségéről szól, meg stb. Hogy, hát ez el kell, hogy mondjam, hogy ez teljesen ferde szemlélet. És én nem tudom eldönteni, hogy arról van ez szó, hogy ne gondoljunk arra, hogy mi keresztény ország vagyunk, és volt egy keresztény jogrendszerünk, és ez tulajdonképpen a 20. század közepéig elvittük. 1944-ig nekünk a magánjogunk szokásjogon alapult. A szokásjog az a nemzeti közmegegyezés, ugye úgy hívják latinul, hogy consuet udo, ami azt jelenti, hogy nagyon régi alapokon nyugovott a mi jogrendszerünk. Ugye, ami a szépapámnak igaz volt, ükapámnak is igaz, dédapámnak is igaz, nagyapámnak is igaz, apámnak is igaz, nekem is igaz. Tehát egy nagyon ősi tudást hozott el a 20. századig. És ennek a részét képezte maga Szent István és a szűzanya. Szóval most éppen ezért mit csináltak, amikor lett a módszerváltás, mert módszerváltás történt, nem rendszerváltás, ugye tényleg, hát ugyanazok az arcok maradtak, most viccen kívül, nem, tényleg, hát jó, nézzük meg. Tehát nem, mi nem rendszert váltottunk, módszert váltottunk. Ugye addig, amíg a kommunizmus volt, addig csak államosítani lehetett, nem lehetett privatizálni, tehát módszert kellett váltani. És a beállamosított vagyont, amit egyénektől államosítottak be, nemzeti érzelmű egyénektől, azt szépen kiosztották a nemzetietlen érzelmű embereknek. Ez történt meg. Tehát akkor előtte, és minden változás ideológiára kell levezényelni, és ezért hozom itt ezt a példát, az István a királyt. És egyébként meg kell, hogy mondjam, Esztergomba külön azért is örülök végül is, hogy mondjuk úgy, hogy a tanmenetben, ilyen nagyképűen, de hogy a Szent István megadtuk. Annak idején, mert Esztergom városának különösen Szent Istvánhoz kellene kötődnie, és különösen kellene Szent István kultuszát ápolnia, hiszen itt született a hagyomány szerint. Úgyhogy nem csak a hagyomány szerint, a valóságban is itt született. Tehát úgyhogy mindenféleképpen Szent Istvánhoz külön kellene közünk lenni. Amúgy meg még közünk lennie az esztergomiaknak. Amúgy meg pedig még valamit el szeretnék mondani. Ugye Szent Istvánról három legenda maradt fönn. Ezt tudni kell, hogy a legenda az a légó legere, az a írott hagyomány, mert mindig keverik egyébként a mondát meg a legendát. A legenda az, amit olvasni lehet. A légó legere az, hogy olvasni, tehát az, ami írva van. A monda az pedig az, ami a szívben őrződik meg, és a száj ugye mondát el is mondja a megnevezése. Útján terjed tovább és marad meg. Most ugye három legendája van, a nagy legenda, a kis legenda és a Hartwig féle legenda. Ebből illő tudni, hogy a nagy legenda az nyilvánvalóan a 1083 előtt készült, mert ezt is tudni illendő, hogy ugye 1083-ban Szent László avatja Szent István, aztán még másokat is, ugye, úgyhogy... És a Benedek András, Imre Gellért, ugye ők szenté lesznek, szenté avatják ebben az évben, 1083-ban, de a lényeg az, hogy a nagyobbik legendában még nincs benne a szenté avatás, a kisebbik legendában már benne van, tehát az azt jelenti, hogy a nagyobbik legenda a szenté avatás előtt készül. Ugye a Hartwig féle legendát pedig nagyon egyszerű egyébként behatárolnunk, mert ugye a Hartwig féle legendát
van, maga Hartwig elmondja, hogy az ő idejében, amikor ő tevékenykedik, akkor uralkodik Kálmán. Kálmánról pedig tudjuk, hogy 1095-től 1116-ig uralkodott. Tehát ebben az időben készül a Hartwig féle legenda. Na most egyébként meg kell, hogy mondjam, hogy már eleve el kell, hogy mondjam, hogy egyébként másfél óra az eleve vesztett ügy Szent Istvánnak a tárgyalására. Egyrészt a történelmi Szent István, egyrészt a hagyományban szereplő Szent István megtárgyalni, és akkor még olyan dolgokról, hogy a Szent István intelmeikről, meg Szent István törvényeiről beszélni, ez szinte reménytelenség, de azért megpróbáljuk először is a helyes képet felrajzolni róla, és akkor még... Tehát ugye a Hartwig-féle legendába visszatérve, ott a halálakor olvashatjuk azt, ami egyébként a legendában nem fontos dátumként szerepel, tudjuk, hogy 1038-ban halt meg, de az szerepel, hogy nagy boldogasszony napján hal meg. És a halál az augusztus 15-en. Ugye, amikor ez a négy Mária dogma közül, a negyedik dogma, ugye mert tudjuk, hogy négy Mária dogma van, vagy nem tudjuk, én legalábbis a katolikus egyházban, akkor én most elmondom azt, hogy Teotokosz volt, Isten szülő volt, azt, hogy szűz maradt a születés után, és egyébként az utolsó kettő, ami 1854-től van, azt úgy tartják, hogy a magyarokhoz kötődik, ez a immakuláta koncepció, az áteredő bűntől mentes volt, ugye, ez december 8-ai ünnep, amúgy nagyon érdekes az ábrázolása, mert ugye a napba öltözött asszonyt és a kígyó, ugye az elején az, amikor azt van, hogy az atya megígéri, hogy miután a bűnbeesés megtörtént, hogy ellenségeskedést támaszt az asszony magzatja és a kígyó magzatja között, a kígyó magzatja az asszony sarka után kapdoszt, és az asszony magzatja pedig eltapossa a kígyó fejét. És ezt a képet vonják össze, hogy a jelenések könyvével a végén, hogy ugye hogy nagy jel tűnt fenn az égen, a nagyba öltözött asszony, akinél a lábánál, a holfején az égi csillagok, koronája az égi csillagok. Na ezt ábrázolják együtt, hogy ugye kígyót fonja körül a földet, és a szűzanyalá fölötte is csillagkorona van a fején. Na ezt a magyaroktól tartják el, hogy terjedt el ez az ünnep. Egyébként a Praikódex tanulsága szerint 1190-es évektől mi ezt az ünnepet üljük. Ez filozófiai ünnep, de most ebben nem. És a negyedik Mária, az a Mária ünnep, az hát a mi nemzeti ünnepünknek kellene, hogy legyen. Hát gondoljunk bele, egyébként ezt Szent Istvántól már simán ünnepeljük. Ez az, hogy a szűzanya test által fölvétetett, és a mennyek országának királynőjének királynőjévé tették, és ugye ez dogmává csak 1950 után lesz. És mi meg 1000 évvel előre elé rájunk, és a nemzeti ünnepnek én ezt tartom, nem a március 15-e, hát legfeljebb annyiban, amennyiben szabadságharc, de amiben forradalom, az nekem nem. Én az, hogy Magyarország királyság, és több mint 1000 éven keresztül volt királyság, az nagyon fontos dolog. Tudnék, hozzátartozik egy istenhit, és hozzátartozik egy világfelfogás. Most ugye, mint mondtam, én azt gondolom, ugye Hartwignál található az, hogy halála pillanatában fölajánlja az országot a szűzanyának. Nem csak az ország területét, hanem a benne élő népekkel együtt. És egy utolsó Isten hozzáadott mondva a kezébe ajánlott a lelkét a szűzanyának. Tehát ez nagyon érdekes dolog, mert olyan, mintha a szűzanya koronája Magyarország lenne, de nem csak Magyarország, hanem itt valahol Szent István is, mert Szent István több lesz, mint az ő alakja kifejezi a magyarságnak az Isten utáni vágyódását. Na most ugye, éppen ezért mondtam, hogy amikor a módszerváltás volt, nem véletlen, hogy írtak egy olyan darabot, hogy István a király, amiből egy mondat nem igaz. Egy igaz mondat nincs benne. Most ugye az mit adott át? Az, hogy István az egy kicsi pipogya ember volt, egy ilyen kis nyámnyila valami, féregszerű szinten, hogy nem mondjam. Ugye ehhez képest volt egy erőteljes koppány, akiről azt se tudjuk ám, hogy kicsoda. Ezt nagyon komolyan mondom. Koppányról nincs forrásunk, korabeli forrásunk, ez tény. Tehát nem szerepel a kanonharmi alapítók levélben, nem szerepel a legendákban, nem szerepel, nincs a neve megemlítve. Az első említése Koppánynak 1358-ból van. Tehát majd 400 évvel később, meg 997-ben van a konfliktus, nem tudom, tudjuk-e. 996-ban hal meg Géza. Na most ugye a helyzet az, hogy ebből csinálnak egy vérből valakit,
Szent István meg van ijedve, mert picik vagyunk, ugye? Meg vagyunk, van két nagy hatalom, a német-római császárság, a bizánci császárság, és ezért mi kicsik vagyunk, alkalmazkodunk. Hát de tényleg, de ez persze, hogy most megfelel a Szovjetunió esetében is, meg megfelel az EU esetében is ez a darab. Nem tudom, hogy kicsik vagyunk, ne ugráljál el itt. Most azt, hogy a Kárpát-medencében azért mi itt vagyunk ám 10 millióan mellettünk lévő 4,5 milliós, meg 5 milliós országok, azért nem vagyunk kicsik, egyáltalán nem vagyunk kicsik, amúgy. Főleg történelmileg nem vagyunk kicsik, az egy külön dolog. Na de, lényeg az, hogy meg vagyunk ijedve, ezért alkalmazkodnunk kell, és ijedtünk be, megkeresztelkedünk. Jól mondtam a darabot? Ez van lenne? Csak úgy kérdezem, hogy vagy én rosszul láttam? Nem. Ijedtünk be neked. Most mi? És, ja, és a tátos vallást, azt kiírtjuk. Nem, na, először is induljunk el onnét, hogy kicsik voltunk ezt. Nagyon röviden le lehet játszani. Meg ugye a Szent István az a két még szokta vád érni, hogy Rómát nyakunkra ültette, ugye, ez a másik vád, és ettől kezdve tulajdonképpen mi tönkre mentünk. Tehát kvázi ebben van valami egyébként, azt mondom, nem nevezném ki, hogy honnét ered, de van valami keresztény ellenesség, nem tudom, hogy érezzük ennek a lényegét. Tehát, de hogyha ez igaz lenne, ugye tegyük fel, hogy ő tett tönkre minket, akkor ugye nem ragyoghatna Magyarország. Na most ugye eleve már ott a gond, hogy ugye az a bizonyos honfogláskori időszak, tehát azért azt be kell látni, hogy Európa szíve a Kárpát-medence. Lehető legjobb helyen van. Hát ez olyan és az külön kérdéskör, hogy lesz majd ebből egy ilyen tényleg egy nyomorult ország, hogy nyomorítják meg. Mert azért még Cuspinianus is azt írja, hogy ugye olyan jó a földje, hogy ha Temesvárot, kavicsot vetsz, 3 év múlva jó minőségű búzává változik. Vagy azt mondja, hogy annyi barom van, ez a 15-16. Század környéke, annyi barom van, hogy hajtják ki nyugatra, és azt hinnéd, hogy nem marad semmi élelem ott. Vagy azt mondja a aranyról, ezüstről, hogy annak mindenféle vázfaja minősége található Magyarországon. És arról nem veszi, hogy tudjuk, hogy a sóbányászatnak a 75%-át Magyarország adta, a só az akkori világ olaja volt. Tehát annyit ért, mint az olaj most. És akkor, ugye, vagy Galeotto Márcio azt mondja, hogy olyan, hát két rész víz, egy rész hal Magyarországon a folyóknak. Tehát ennyire gazdag volt az ország. És ennek ellenére különben majd ez egy külön kérdés, hogy lesz 1580 éhínség, egy ilyen gazdag ország, hogy lesz 1510-ben éhínség, de egy biztos, hogy egy ilyen gazdag országot menekülő nép el nem foglalhat. El tudják képzelni, hogy ijedtünk be, elfoglaltuk a Kárpát-medencét? Ezt most menekülünk és megijedtem, elfoglalom. De ha még így lenne is, hát utána vannak az úgynevezett kalandozások kora, amit azért úgy nehezen lehet kalandozásnak nevezni, mert Alpokon átkelni, tehát én azért megnézném, hogy a mostani ilyen vezetők, mint a Gyurcsán, hogy kellene át egy lóháton, szóval Alpokon, és hogy jutna el Hispániába. Ez nem kis dolog ám, főleg csapattal átmenni. Tehát ez azért olyan szervezettség kellett, ami bámulatos dolog. Bámulatos dolog. És ugye több mint 50 hadjárat volt, tulajdonképpen csak vannak vesztes csaták, de nagy vereség igazából nincsen, de azt a 3 vereséget próbáljuk beállítani. De azért csak valamitől imádkoznak úgy Modenában, Szent Geminianushoz, hogy ab Ungarorum defendas Iaculis, a magyarok nyilaitól ments meg, ugye? Tehát, mert ugye Attila megkegyelmez Geminianusnak, miatt Modenának, és amikor mi oda érkezünk, akkor azonosítanak vele, és azért imádkoznak hozzá. A magyarok nyilaitól ments meg minket. De hogyha ez hosszú időszak, mert utána már majdnem következik, ugye Géza, Szent István kora, és akkor Szent Istvánról meg tudni kell, hogy hát ő írja is az Intelmekben, hogy egész életét hadakozás közepette morzsolta le. És ezt képzeljék el, így is van. Így is van. Ő tényleg 997-ben hadakozik már, 1002-ben, 1008-ban, akkor belép a bolgár-bizánci háborúba 1002-ben, 1018-ban győztesen távozik, 1017-ben megveri a lengyeleket, 1017-ben ugyanabban az évben a besenyőket, utána az oroszok ellen harcol eredményesen, majd 1030-ban megveri a Ránke által ő egy történetíró volt, a legnagyobb német-római császárnak nevezett második Konrádot, úgy meg volt ijedve 1030-ban.
És utána 1031-ben a Lajta és a Fisa vonaláig tolja ki az ország határait. De egyébként ugye beengedi majdnem Esztergomig a felperzselt föld taktikáját alkalmazza, és amikor nincs élelmük, azt se tudják merre járnak igazából, akkor megütközik velük, és aztán utána végigüldözi a sereget. Második Konrád ugye alig tud megmenekülni, Altai Évkönyv, meg stb. Alig tud megmenekülni, és a Bécsnek ez az első történelmi említése. Annyira picik és régiek vagyunk, hogy csak na. Tényleg írott említése ezzel kapcsolatban, hogy elfogja az egész sereget, bekeríti, és a kiéhezett, kiszomjazott sereget megeteti, megitatja. Aztán többet ilyet ne csináljatok. Menjetek haza. Nem pontosan így mondta, de hazaengedte őket, tehát kegyes volt. Most ugye a helyzet az, hogy még Györfi György is leírta, hogy Szent István egész életét végig hadakozta, és egyetlen egy vesztes csatájáról nem tudunk. Tehát győztes volt. Végig hadakozta, mondom, nem tudták megverni. Most ezt megveri a német-római császárt, ezt állítják be ilyetnek, hogy jaj, de meg vagyok ihedve. Hát nem? Hát ez történelem hamisítás teljes mértékig. Mert ezek tények, amit elmondok. Egyetlen egy vesztes csatája nincsen. Csak hogy az a helyzet, hogy egy elnyomott népnek győztes királynak a kultusza nem való. Változás jön, mármint ugye 1983-ban már tudják, hogy változás jön. Mert sunyi módon pont a szenti avatásra adták. Ugye, mert nagyon érdekes dolog, hogy a hatalmon lévők, akik akkor elnyomtak, és ugyanazok az erők azok most is, de nagyon tudtak ezzel a néppel bánni, meg volt rá minden lehetőségük, mert ugye elvették tőlünk a múltunkat, erőszakosan is, meg egyébként amúgy is, hogy Frigider, meg televízió, meg Trabant, úgyis egyébként, mert az a generáció elkezdte lenézni a szüleit, akik még meg a nagyszülőket, akik még el tudták magukat tartani. Mert hogy meg kinti WC, angol WC, ami egyébként nem is angol, na mindegy, de tényleg nem, már ókorban volt ilyen. Na, de ebben most nem megyünk bele. Lényeg az, hogy izgalmas kérdés lenne, de nem ez a témánk. Na, és a lényeg az, hogy tehát elvették az ősök tiszteletét, és elvették a vallást. Hát még engem is titokba kereszteltek ám meg. Bizony, ez olyan világ volt, és el kellett vinni egy másik. Ne tudják, hogy egy kicsi helyen azt rögtön elvitte a paphoz a gyereket. Hát most. Tehát elvették a vallást. És mit csináltak? Utána, amikor már, mert ember nem tud ám múlt nélkül létezni. Tehát az olyan, mintha most elfelejtetném mindannyiunkkal, akik itt vagyunk, az életükben, hogy eddig mi történt. Hát nem tudja, hogy kicsoda, nem tudja, hogy micsoda. Mi egyébként ebben szenvedünk, mert 60 valahány éve, ugye, hogyha 1947. február 1-től veszem, akkor kiáltották ki a köztársaságot, de nem vetném, akkor szovjetben voltam már, de mindegy, vegyük. De attól kezdve tulajdonképpen itt eltöröltek mindent, a múltat végképp eltörölni, és utána pedig elkezdték megcsinálni a múltunkat. Tehát ők írták a múltunkat. És ugye óriási igény volt, mert vissza volt szorítva a nemzeti érzés, és akkor óriási igény volt, hogy valaki mondjon már valami jót a nemzetről, és akkor erre megcsinálják az István királyt, de úgy csinálja meg, hogy aki magyar, az a koppány, aki Szent István, az a idegen. És ettől kezdve már a koppány és a Szent István nem beszélt egymással, nem tudom, hogy érthetően. Tehát nagyon ravasz módon volt ez megcsinálva, és egy nemzeti, nem emlékszem 1983-ban, hogy egy nemzetét, hogy jaj, micsoda nagyszerű dolog, közben engedéllyel volt. Hát acél rendelte meg magát, és akkor el volt dolgozni, hogy aki magyar, az nem keresztény, aki keresztény, az nem magyar. És már összefordítottam mindent, összekavartak mindent. Na most a lényeg az, hogy ugye hát tovább is tudunk menni egyébként az időben, egy kicsit menjünk tovább, mert például harmadik Henriket, aki második Konrádnak a fia,
harmadik helyen neked pedig Első András, mert van egy olyan, 38 után van egy rövid időszak, hogy Péter Abasámon, hát Péter, de már 1046-ban akkor már Első András uralkodik. Első András meg harmadik Henriket veri meg 1051-ben, 1052-ben, utána meg a bizánci császárság ellen vezet eredményes hadjáratot. Kicsik vagyunk? Nem. Meg vagyunk ilyenben? Nem vagyunk meg ilyenben. Na aztán, ha még egy kicsit tovább menjünk, akkor utána jön, ugye hát Első Béla az 1060-tól 63-ig uralkodott, ugye Bajnok Bélának hívják. Hát ő se lehetett egy nyámnia valaki, hogyha Bajnok Bélának hívták, ugye ő úgy hall meg, hogy Corruente Soriaco Fractus Corpora, az összeomló trónja összetöri csontjait. Mindegy, utána következik 64-től Salamon, nem túl szép emlékezető uralkodónk, bár egyébként megszentült a hagyomány szerint később, de tény az, hogy Salamon az két bizánci császárt is megver. Tehát olyan picik vagyunk, most csak úgy elmondanám, annyira picik voltunk, hogy 1068-ba beleszóltunk, hogy ki legyen a bizánci császár. Romanos Diagonészt támogattuk, akkor ez nem sikerült, mert elárulták, de aztán ő lett a császár IV. Romanos néven. Most van egy konfliktus a Bulgárfehérvár, ami Nándorfehérvár egyébként. Tehát betörnek a Magyarország területére, és aztán utána a bizánciak, meg különböző segédeik, segőderőik, és akkor a Nándorfehérvárt támadják meg visszacsapásként a magyarok, és elfoglalják Nándorfehérvárt. Hát olyan picik vagyunk. Tehát negyedik Romanos. Most negyedik Romanos úgy kerül le a trónról, hogy 1071. augusztus 26-án Menzikernél a szeldzsuk törökök megverik, fogságba esik, és ennek következménye képek kerül majd szól sor 7. Dukász Mihály trónra emelésére. Tehát aki rajta van most a Szent Koronán, de egyébként az nem volt rajta, és utána az történik meg, hogy a magyarok 1072-ben hadjáratot vezetnek, 7. Dukász Mihályjal szemben, és eljutnak egészen, régen úgy hívták azt a város, hogy Naissus, egyébként Szent László ebben nem lesz rész, csak Géza, úgy hívták, hogy Naissus, egyébként Nis, arról híres egyébként, hogy Nagy Konstantinnak a szülővárosa volt, az első, úgy gondolták, hogy ő volt az első keresztény császár, de nem így volt, csak a kereszténység üldözését szüntette meg, de mindegy, lényeg az, hogy elfoglalják ezt a várost is, és Szent Prokofnak a erekével diadalom menetben jönnek vissza. Tehát megint nem kicsik már. Egyébként ezt azért is nem tanítják, amúgy Konstantin Bodin szláv lázadása miatt majdnem szétesett a bizánci birodalom. Amúgy azt is el kell mondani, hogy olyan rosszul értek, hogy az volt a mellékneve 7. Dukász Mihálynak, Parapénakész, amit a Bakai Kornél értelmezett, hogy egy tányérral kevesebb azt jelenti. Talán most is lehetne úgy hívni a vezetőket. Na mindegy, tehát ebből látható, hogy ezeket tudnánk, akkor nem küldhette az abroncsot a 7. Dukász Mihály. Hogy néz már ki, hogy kétszer megverték a bizánci császárságot, és hatalman elé küldök egy koronát? Hát nem? Na mindegy. Na de még ekkor sem vagyunk kicsik. Aztán jön 1110-es év, Prágai Kozma, külföldi forrás, Kálmán uralkodik. Azt mondja, hogy a magyar király olyan hatalmas, hogy a serege, hogy bármely uralkodóval szembeszállhat. És azt mondja, hogy tényleg a hatalma az elképesztő. Aztán rá 50 évre, az már második Géza időszaka, Abu Hamid al-Gharnati Mór világutazó, utazik a világba, és leírja, hogy hol jár, és ő egyértelműen azt írja, hogy a magyar királyság sokszor hatalmasabb, mint a bizánci császárság. Most akkor miről beszélünk? Most tényleg viccen kívül, mert most már átnéztünk 300 évet cirka, és még mindig nagyok vagyunk. Aztán utána jön a tatár, de ugye 1268-ban, ugye, mert nem tudom miért mondtam 30-at különben, mert közel se jöhet, mert sem a tatár időpontos. Mindegy, 1268-ban mondták azt, hogy apát jön megkérni negyedik Béla lányának a kezét, és azt írja, hogy a magyar király hatalmas, ha a seregeit kincsekben gazdag, háborúban diadalmaskodó, ha a seregeit megindítja éjszakon és nyugaton mozdulni, senki nem mer. És ezzel a hatalmas királysággal a föld minden országa, vagy házasság, vagy szövetség útján kapcsolatba áll. Tehát nem vagyunk kicsik. És aztán most nem megyünk bele a Turulház 1301. január 14-ig kihalása után, ugye a leányágiak jönnek, Turul leányágiak, ugye Vencelbe is van, Ottóba is van, Károly Róbertben. Károly Róbertnek a fia Nagy Lajos 1342-től 82-ig uralkodik. Csak úgy kérdezném, Nagy Lajos kicsi volt?
Mármint Nagy Lajos országa, már Nagy Lajos eleve, már Nagy Lajos, de kicsi volt Nagy Lajos ország? Nem, hát világhatalom volt. Azt lehet mondani, hogy a világ meghatározó hatalma volt. Ugye? Még talán mindenki ő tudja is, hogy hány tenger most a partjait. Tehát nem voltunk kicsik, 1380. És utána a Zsigmond, meg ugye egyben majd német-római császár is lesz, tehát meghatározó politikai tényezők vagyunk, magyar király és német-római császár, meghatározó. És utána már gyakorlatilag most ezt nem sorolom már folyam, mert ugye Habsburg Albert, első László, ötödik László, ötödik utószülött László, meg első László, és aztán utána jön 1458-tól, mert ugye egyébként úgy kellene, hogy első László, ugye, de közben megkoronázták 5. Lászlót is, tehát bonyolult a helyzet, de ugye 1440. július 17-től 1444. november 10-ig a Várnai Veszedelemig ugye első László van, aztán utána lesz majd 5. László ténylegesen, és 1458-tól Mátyás. Ugye, és 1464. március 29-én nagy csütörtökön koronázzák meg, ez nem mindegy, egyébként nincs ilyen, nem mindegy, hogy mikor koronázták, a lényeg az, amit üzen, nincs ilyen. Tudnék, a magyar király bármilyen, hát azért van benne a koronázási szabály feltételek között, az, hogy nagy ünnepen kell, és ennek az a következménye, hogy a magyar király az katolikus. És katolikus misébe koronázzák meg a magyar királyt. És miután más hangzik el nagy pénteken, meg más hangzik el nagy csütörtökön, az másfajta küldetést jelent. Most túl azon, hogy két szín alatt áldozni is kell a magyar uralkodónak, amit nagy pénteken nem tudna megtenni. Tehát nem mindegy, hogy mikor koronázzák. Nem mindegy, tényleg nem mindegy. Tényleg így van, hát ezért van, hogy nagy ünnepen, hát mise keretében az ige liturgiában a Szentlecke elhangzása után, az evangélium elhangzása előtt koronázzák meg. És ugye ez perikopa körülvágni, ugye minden misének megvan maga Szentleckéje, és megvan az evangélium. Nem mindegy, hogy mi az, és mi lesz testé az Eucharisztiában. Na mindegy, csak úgy mondom. Na, már mint ahogy megérszem, ha már ideértünk. Na és nyögte. Igen, hangosabban kellett volna. Mindegy, tehát ő 1490-ben, április 6-án virágvasárnapot követő kedden hal meg. Na most eddig, most ugye 800-as évek végétől végvettük a történelmünket. Ugye, hogyha ezt jól számolunk, ugye 500, hát ez 6-7, majd 700 év. És még mindig nem vagyunk kicsik. Akkor mi akarja az ispán király elhitetni velem, hogy kicsik vagyunk? Nem tudom, hogy érthetően. Még mindig nem vagyunk kicsik. 700 év után sem. De ott úgy van ábrázolva, minthogyha mi borzasztóan kicsik lennénk, és alkalmazkodnunk kell. És ijedtünk be, nyugathoz, a kereszténységhez dörgölődünk. Na most ezzel kapcsolatban következőket kell elmondanom. Először is. Azt tudni kell, hogy azért van ilyen tudomány is, hogy régészet. És azt tudni kell, hogy a honfogláskori magyar leleteknek egy jó része a kereszt, illetve az ereklye tartó mellkereszt. És nem zsákmányként vannak benne, mint az egyik, hát most minek nevezzem, mindegy. Történész különben, de azt mondja, hogy zsákmányként temetek, nem egy darabot temettek el, hanem temetek 223.344 darabot, nem tudom, hogy érthető-e. Tehát ez eleve nonsens dolog. Tehát ez azt jelenti, hogy, de mindenféleképpen ez azt jelenti, hogy a kereszténységgel találkoztunk, sőt már az avarok is találkoztunk, sőt a hunok is. Hát ugye, csak persze ugye ezt nem vallják, hogy itt valamilyen kontinuitás lenne, pedig hát vannak olyan írások, hogy hunnik viet, avarisk viedik untur ungari, hunok vagy magyarok, vagy magyarok, akiket, avarok, akiket magyaroknak mondunk, de akkor is azt tudni kell, hogy hát például Szent János 408-ban azt írja, hogy a hunok zsoltárokat énekelnek. Orosius azt írja, hogy a hunok azért nyomulnak be a Róma területére, hogy a keresztények számát növeljék. Akkor Zakariás Nétor azt írja, hogy a hunoknak ugye saját nyelvükre lefordított keresztény szertartási könyveik vannak. Tehát az biztos, hogy megjelent a kereszténység, a ífeszítő népeknél ismert volt a kereszténység, és a helyzet az, hogy már csak azért is, mert ha csak Attilát veszem alapul, Attilánál el kell, hogy mondjam, hogy
erős pontos adataink vannak, mert Piszkosz Rétor kinyár 8 könyvben írja meg, Attilánál 448 után követségben 8 könyvben írja meg a tudását, de ezek eltűnnek, de az átiratokban megmaradnak, például Jordanesnél is, és nagyon jól tudjuk, hogy amikor a követjárás van, leírja, hogy Attila hódoltatott népeknek meghagyja a uralkodóját, meghagyja a szokásokat és meghagyja a vallását. Tehát az azt jelenti, hogy egy ífeszítő nép, mint amilyen a magyar is volt, vallásilag kevert volt. Hát például, hogyha most felsorolnám Attilának a népeik, herulokszkírek, markománok, vádok, jazigok, akacírok, türingiek, rugóiek, szuéjévak, keleti gótok, gepidák, jazigok, szklávok, és még nem soroltam föl mindet, mindegyik népét. Ezek különböző népek, különböző vallással, különböző uralkodó. Egyet követel csak meg, hogy amikor hadicselekmény van, akkor ezeknek egy test, egy lélekként kellett, meg egyébként is Attilának a titkárai, hát Konstantius, ezek Rómából kapja ajándékba. Tehát nem, nem kizárt dolog, hogy ne ismerje. Amúgy a gótoknak, az pedig ugye tudjuk, hogy a 340-es években már Furfilla, az kisfarkas jelent, püspök megkereszteli. Csak éppen nem katolikusnak kereszteli meg, és ez fontos mondj Szent Istvánnak kapcsolatban, hogy mi történt, mert hogyha ismerte a kereszténységet, mit tehetett Szent István? Helyzet az, hogy ők ariánus keresztények voltak, mint mondtam a gótok, és 340-es évektől kezdve, és a helyzet az, hogy Ariosz az 310-es években tevékenykedik Krisztus után, és nem vallja, hogy az atya és a fiú egylényegű lenne. Erre mondja Nikája Zsinat 325-ben, hogy az atya és a fiú egylényegű. Ő azt mondja, hogy az atya az nem teremtett lény, a fiú származtatott. Tehát nem lehet egyenrangú, egylényegű. Na most ezt nagyon egyszerűen foglaltam most így össze. De ez fontos tény. És ugye eljutnak a gótok, egy része eljut oda a spanyol területek közelébe, és ott lesz egy olyan királyuk, ugye a 589-ben, akit úgy hívnak, hogy Rekkarét. És ő az ariánus hitről áttér a katolikus hitre. És a népét is áttéríti a katolikus hitre. És ezt a 589-es toledói zsinat úgy nevezi meg, mint apostoli térítést. Holott már keresztények voltak, de nem katolikusok. Nem tudom, hogy érthetően. Most Szent Istvánnál is ez történhetett meg, hogy mi ismertük a kereszténységet, de azt a sajátos egyházi rendet, amitől egyébként majd úgy hívják Magyarországot, hogy apostoli királyság, azt ő hozza létre. Nem tudom, hogy világos-e. És akkor, hogy föl akarsz, ez lényeges, mert ugye a magyar király később el is mondják, hogy a Verbőci, hogy 500 évig zavartalanul gyakorolták, hogy a magyar király kinevezte a egyház főt, létrehozott egyházi ingatlanokat, illetve nem is ingatlanokat hozott létre, hanem egyes kolostorokat, stb. Hogy ezt 500 éven keresztül, még ha Kálmánnál van is olyan, hogy lemondás ezzel kapcsolatban, de végig gyakorolják. És aztán utána Konstantin zsinat is helyben hagyja a bíborosok gyülekezete, hogy valóban jár ez a magyar uralkodónak. És aztán 1758-ban a 13. Kelemen Mária Teréziának el is ismeri, mert ugye vitatár, hogy a mindenkori magyar uralkodó az apostoli király. És ez az, hogy a egyházmegyéket hoz, püspökségeket állíthat föl, érsekségeket állított föl, ezek mind azt jelenti, hogy és ezt utána bejelenti Rómának. Egyébként pedig az a feladat ellátásához, tehát a püspöki feladat ellátásához, vagy az érseki feladat ellátásához, a föld anyagi alapot a magyar király adja. Tehát nem más adja, Magyarországon magyar király rendelkezik a földről is, amíg alá. És azt utána bejelentik Rómába. Mármint, hogy a tisztséget. Mindenhol máshol fordított volt a folyamat. Most ugye még valamit, hogy ugye azt is szokták ezekbe a darabokba előadni nekünk, hogy fel akartunk zárkózni Európához. Ugye? Most is ez megy, hogy zárkozzunk föl Európához. Meg, hogy zárkozzunk föl, Európa szívével vagyunk, de zárkozzunk föl Európához. Hát akkor könyörgöm, nézzük már meg azt az Európát, amiben Szent Istvánék élnek. Hát kezdjük ugye 890-es évektől. Hát 6. Konstantin, most Bizánc. A nagyon, nagyon fejlett Bizánc. 6. Konstantin, bizánci császárt, nyilvánosan megbeszőzik. De ezt hagyjam, ez még csak ugye el is menne. Tulajdonképpen 5. Leót 820-ban imádkozás közben gyilkolják meg. Aztán 3. Mihályt szintén meggyilkolják. Aztán a híres bíborban született Konstantin, az ő fia, 2. Románosz, csak kétszer mérgezi meg,
mire végre hajlandó meghalni. Nikeforosz Fokkászt, bizánci császárt, Johannes Cimickét a saját kezével folytja meg, amint hogy őt 976-ban szintén meggyilkolják. Ez Európa. No, ide akarunk fölzárkozni? Ide akarunk fel... Kérdem én, csak úgy kérdem. Most a másik oldalon ezt nem szeretem elmondani, mert az emberek sokszor összetévesztik a vallást, a tanítást a papnak a viselkedésével. Tudni, ezt viszont azért vagyok kénytelen elmondani, hogy ezt a vádat, hogy Róma ránk telepedett, és Róma bérenc volt Szent István, mint ahogy ezt ugye a Badinyi féle dolog indította el, hogy Róma és német bérenc. Most csak én szeretném, ennyire német bérencek lennének a mostaniak is, hogy megveri a német-római császárt. Ugye? De ezt el lehetett hitetni, mert nem ismertük a történelmünket. Hát már a logika nem engedi meg, a második Konrádot megveri. Hát akkor hogy lehetne német érdeke? Meg ilyenek, hogy honpázmány meg ezek. Hát könyörgöm, hát Attilának, és Attilára nem mondják, hogy idegenbarát, hát Attilának a testőrsége, azok ezeknek a népeknek az uralkodóiból állott össze. Hát ezt Edeko el is mondja. Hát Attila idegen, akkor idegenbarát volt, meg a titkára azt Rómából kapja ajándéknak, Konstanciuszt. Orasztésznek az apja, a főembere, annak Tatulusz az római polgár. Na, akkor hogy van? Ez úgy van, hogy minél nagyobb egy ífeszítő nép, annál tarkább. Mert ugye magyarnak lenni nem testi adottság. Magyarnak lenni lelkiség, ugye, ahogy mondtuk. Tehát nem úgy, mint a indogermán, nyugati, hogy test, véred olyan, akkor az vagy. És nem úgy, mint a zsidónak, hogy benne vagy, nem vagy benne, nemzetség fel van, akkor nem vagy zsidó. És legfeljebb prozerita lehet. Nálunk meg ugye, aki embernek hitvány, ahogy Tamási Áron mondta, magyarnak alkalmatlan. Tehát könyörgöm, nem ez volt, hanem ha nagy király volt, azért jöttek hozzá idegenből is. És a helyzet az, hogy a római Róma vádat, pedig én nekem az a meggyőződésem, nagyon őszintén mondom, hogy Rómát kétszer megmentette meg ífeszítő nép. Egyszer Attila, emlékszünk rá, 952-ből, nem Rómában, Róma falainál áll ő, hanem az van, hogy Éciuszék nem tudnak erő, nincs erő, nem tudják megállítani. Mantuától van nem messze, de nincs katonai erő, ami megállíthatná. És akkor veszi észre, akkor megy elé Nagyszent Leo Avienis Strigetius követség, és megkegyelmez Attila Rómának. És ha nem kegyelmezett volna meg, akkor talán nem lesz katolikus Európa. És a másik pillanat pedig ez, Szent István időszaka. Mert ugye ekkorára, és Szent István nagyon okosan cselekszik, mert tulajdonképpen a császári birodalmaknál kialakul az a gondolat, hogy Imperium Christianum. Tehát, hogy a Krisztus birodalma az addig tart, ameddig a császár birodalma tart. Bizánciaknál is. Német-római császárnál is kialakul ez a gondolatrendszer. Tehát, aki ezen kívül van, az lehet, hogy keresztény, de pagánus. Tehát központtól távoli. Tulajdonképpen azt jelenti Tehát, ha valamilyen módon a keresztény rendet tulajdonképpen ez is van, hogy nálunk vegyesen, hát 1054 után is jelen vannak keleti keresztények, tehát nálunk nem történik meg az egyházszakadás. Ezért van, hogy innét is, onnét is tulajdonképpen. Ez az egyik oldal. Tehát, mert ha nem így lenne, akkor azt a látszatot keltette volna, hogy valamelyiknek alattvalója. Hiszen Krisztus birodalmához addig tartom, hogy a császárnak a birodalma, nem tudom, hogy érthető. És ezért zseniális dolog, hogy azt mondta, hogy Róma, ez az egyik. Másrészt pedig, mivel Rómának ez az időszakát, ezt úgy hívják az egyházi könyvek is, hogy Saeculum Obscurum. Egyház történeti könyvek is. Sötétség évszázada. Most ebből csak néhány példát. Ez Európa különben. Az előbb láttuk Bizáncot. Ez Európa, ahova fel akarsz zárkózni Szent István. Hát ugye ott van 6. István pápa 897-ben tartja meg azt a híres nevezetes hullazsinatot. Amikor Formosus pápa elődjét, a 9 hónapos hulláját kiásatja, összehívják a zsinatot, fölöltöztetik a hullát pápai díszben, és majd szépen a zsinat megfosztja. Mert egyébként ekkor az a helyzet, hogy Rómában a nemesi családok harcának tárgyává lett a pápai tisztség. És ugye ő a Formosus túloldalhoz tartozott, és aztán az van, hogy beöltöztetik, levágják a jobb kezét,
a hullának, amivel az esküt tette, aztán végigvonszolják az utcákon. Aztán van egy harmadik Szervius nevű pápa, de rengeteg ilyet sorolhatnék ebből. Ez a száz év, ez borzasztó volt. Tehát tényleg alig talált magára a Szervius, akinek ugye akkor a Teofilaktos család kezébe van már a pápai, meg egyáltalán Rómának az irányítása. És helyzet az, hogy ő neki van egy Teodóra nevű feleség, annak van egy lánya, ifjabb Teodóra, meg Marózia. Ez a Marózia, ez olyan bővérű volt, hogy ugyan volt férje már, de viszont kezdeményezett harmadik Szergiusszal, abból születik egy gyerek, ma úgy mondanánk Zabi gyerek, és ez majd később 11. János néven lesz pápa. Egyébként Marózia az, vagy háromszor ment férjez, és mint hogyha a saját fia ölte volna meg, de ez nem tartozik már ide. Vagy ilyen, de ugyanez van a Nagy Károlyt koronázó harmadik Leónak, annak is barátnői voltak. Aztán nagyon jól tudjuk, hogy a Ottót, első ott, nagy Ottót 962-ben koronázó 12. János, annak is, az pedig a barátnője karjai között halt meg. Amint hogy egyébként 6. Benedeket megfojtották, amikor, amint hogy a 14. Jánost azt az angyalvárnak a kőudójában éjesztették halálra, ez már 983. És azt is tudjuk, hogy 994-ben második szilvesztert is egy hónapra kiközösítették. Tehát nincs olyan állapotban Róma, hogy hatalmat gyakoroljon Magyarország felett. Nem tudom, hogy érthető-e. De a világ felett sem. És aztán majd szépen tisztul ez, és majd 7. Gergelytől, aki Hildebrand néven 1073. április 22-én lesz megválasztva, de nem Hildebrand, ez volt az eredeti neve, a Hildebrand, és ebből lesz a 7. Gergely. És utána kezdődik ez 1075-től a diktátus pápé, hogy a Szimónia megszüntetése, meg hogy világi hatalomra is igényt tart, meg a cölibátusnak a kérdésköre. És aztán utána lassan kiveszik a királyok kezébe a szentiavatásnak a kérdését is. De a lényeg az, hogy az a vád, nem, sőt, ez az, amit Szent István tett, egyrészt egy nagy hatalom odaállt a Róma mellé, azt kell, hogy mondja, másrészt pedig azt jelentette, hogy Magyarország szabad. Tehát az, hogy mi Rómához kötöttünk, az Magyarország szabadságát jelenti. És ehhez képest megmarad az apostoli királyság. Tehát gyönyörű, nagyszerű. De azt kell, hogy mondjam, zseniális. Zseniális, és ott is zseniális volt, ahogyan házasította a gyerekét Szent István. Mert most túl láttuk, hogy meg törvényt hoz, aztán nem beszélve az intelmekről, amiről megint nincsen időnk beszélni, holott nálunk a történeti alkotmány írott részének, tehát ahol a legszett, a törvényeket, törvény, szabályrendelet, rendelet, és a nemzetközi szerződésekre törvényvét tagák, annak az első alapja nálunk az intelmek. Intelmek. Rákóczi is, amikor a szabadságharcban ugye indokolniuk kell, hogy miért 1707-ben miért történik meg, hogy ugye trónfosztanak, akkor amikor a Brenner Domokos kiküldi a pápához, akkor az egyik tétel az, hogy tessék elolvasni, hogy ott van, ugye hivatkozik Hugo Grotiusra is, de az csak hogy de a két főtétel, amit a pápának el kell mondani, hogy Szent István intelmeiben ott szerepel, hogy a négyes passzus, amely szerint a fő emberek nélkül nem lehet rendeleteket hozni, meg irányítani az országot. És a szabadságharc előtt 10 évig nem hívtak össze országgyűlést. Első Lipót. A másik meg az, hogy kérni kellett az aranybullából egy példányt, amiben az ellenállási jog van benne. Tehát ezek nagyon mély dolgok, de hogy hogyan házasította? Megint csak kicsik voltunk ám, olyan picik voltunk, hogy csak na. Hogy mi történik Szent Imrének? Először is Gizellát elvette felesége. Zseniális volt. Géza, zseniális volt. Ja, és semmi ilyen butasságot tessék elfelejteni, hogy 973-ban a Quedlinburgban ott alá... Hát ott meg se jelentő, őnek emberi jelentek meg. De nem ő maga, március 23-án. Zseniálisan házasodott. Géza elveszi, vagy Szent István elveszi Gizellát. Most miért zseniális ez? Ugye Gizella is szerint, hát azért, mert bekerül a császári vér, németul császári vérbe Szent Imre. Tudni, úgy van a császári ház, hogy 919-től 936-ig Madarász Henrik,
aztán 962-től, 36-ban meg, csak 962-től lesz 73-ig első ottó, 73-tól 83-ig második ottó, és utána következik harmadik ottó, és utána következik második Henrik. Most ezt tudni kell, hogy Madarász Henriknek két fiú gyermeke volt, Ottó és Henrik. Ez a második Henrik, aki testvére Gizellának, az Madarász Henriknek a kiinduló pontnak a leszármazottja. Nem tudom, hogy világos-e. És a helyzet az, hogy a német-római császárságnál ugyan választanak, de számított a vérvonal. És jó esélye volt, hát hogyha kiszámoljuk, az azt jelenti, hogy ugye Madarász Henrik, akkor most ott egyébként mentem az első Henrik, aztán a civilkodó Henrik, aztán második Henrik, aztán már Imre. Tehát az öt, hogy is van akkor, ükapja volt Madarász Henrik Imrének. Mit szól? És akit a Frank dinasztiát elindítja, az is onnét származik, csak úgy, hogy ő második Ottónak, Liutgárdnak a lemenője. Második Konrád. Nem tudom, hogy érthető. Tehát mit jelent ez? Az azt jelentette volna, hogy esélye lett volna esetleg szerencsés csillagállások mellett Szent Imrének német-római császárnak is lennie. Bármilyen furcsa. A házasodás alapján. Na most, de mi van keleten? Keleten meg, hát, ezt már csak onnét is tudjuk, mert ugye a második Konrád megpróbálja, keleten következő van. Van egy második Bazileusz nevű uralkodó. Ugye tudjuk, hogy második Henriknek sem volt gyereke, csak úgy mondom. Megvan? Tudjuk követni, vagy nem? Na, a második Bazileusznak se, ez a Borgál ölő különben, őnek is nincs gyereke. Úgy hal meg. Ugye? És akkor a helyzet az, hogy nincs gyermeke, azért bolgárok, mert különben ez a Szent Istvánnal együtt vannak egyébként, Szent István kegyesel is mondják, hogy ő nem pusztít, csak Szent György gyerekét hozzák el. Ez egyébként, amikor megver a bolgárokat, akkor a 15 ezer embert megvakítat két személy, úgy, hogy minden századik hagyja meg csak az egyik szemét, hogy a többit haza tudja vezetni. Na mindegy, ő meghal gyermektelen. Az őt követi a testvére a trónon, Konstantinos, aki idős már. És mindenki tudja, hogy az fog a bizánci császár a trónra fölkerülni, aki Konstantinosnak a lányait elveszi, vagy rendelkezik a császári házból való feleséggel. Tehát, aki azzal rokon. Nem tudom, hogy érthető-e. Na most éppen ezért, ugye, mit csinál második Konrád? Hát Werner Strasburgi püspököt megpróbálja elküldeni, hogy menjen el, és kérje meg a lányok kezét, a fia számára. És a következő van, hogy ezt használja ki, hogy Szent István 1018-ban, amikor a megszűnik Bulgária és a Bizánccal közös határa lesz Magyarországnak, akkor megnyitja a nagy zarándok utat, ami ugye Jeruzsálembe vezetett el, biztonságos száraz földön, Jeruzsálemet és Rómát összekötötte, tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam. Rómában is alapít egyébként, ugye első vértanú Szent István tiszteletére templomot. Na, és a lényeg az, hogy ezért Európa ünnepli ám őt. Ugye hát Odiló, meg Adamares Kebenensis, mindenki arról beszél, hogy ő milyen kegyes a zarándokokkal kezdve. Eddig egyébként tengeri úton kellett menni, és kalózok miatt ezért nagyon veszélyes volt. És még annyi hozzátartozik az egész történethez, hogy Rex Christianissimusnak is nevezik. A legkeresztényebb uralkodónak nevezik. Most ezt kihasználva Werner Strasburgi püspök azzal a küldetéssel kérje meg, tehát nem tengeren megy, ugye gyorsabb, és Vipó a történetírója második Konrádnak felháborodva írja le, hogy Szent István nem engedte át. Pedig mindenkinek, még ajándékokat is adott, csak őt nem, mert tudták, hogy azért megy, hogy megkérje. És azért ténytelen volt Velencén keresztül menni, és aztán nem is sikerült megkérni a lánynak a kezét. Állítólag egyébként van olyan forrásunk is, hogy Aventin szerint, hogy a bajor háború is azért robban ki, mert ugye a bajoroknak a királya is volt, ugye második Henrik a császár, és aztán utána a sógorára hagyta, de az meghalt. És utána Imrének kellett volna jönni, mint örökösként, és ugye emiatt is robbanhatott ki az ellentét, tehát ez a második Konráddal, német-római császárra, de itt az a kérdés, hogy hát ki volt Szent Imre felesége, akivel József házasságban élt?
Tudjuk, hogy ki volt. Illetve hát vannak variációk, van néhány, hogy lengyel, de nem, mert Ráskai Leától nagyon pontosan megkapjuk, hogy bizánci császári házból származó felesége volt. Bizánci császári házból származó feleség. Tehát ez azt jelenti, hogy egyik oldalon a német-római császár, ugye az anyján keresztül császári házban van, másik oldalon a feleségelte, pedig, na most, ez megint csak azt kell, hogy mondjam, hogyha szerencsés a csillagállás, akkor az történik meg, hogy egy világkirályság jön létre szinte. Imre személyében. Na most akkor itt össze lehet rakni talán azt a vatkant. Nem, mert tényleg így van, hogy joggal léphetett volna fel a német-római császári címért is, és joggal léphetett volna fel a bizánci császári címért is, hiszen ez tényleg, és egyébként ez az is alátámasztja, hogy ebben a korban, ha szövetséget kötött két uralkodó, akkor ezt a gyermekek házasságával, és miután mondtam, hogy 1002-ben szövetséget kötött Bizánc és Szent István, nagyon is lehetséges, hogy úgy van, hogy bizánci császárlány, illetve a házba tartozó, császári házba tartozó lány volt az ő felesége. Nem zseniális? Egészen más a kép, mint az István királyban. Nem tudom, hogy érthetően. Mert ugye jellemző már cím is mindent elmond, nem Szent István, hanem István. István. Na most ugye, akkor még érdemes tovább mennünk azon az úton, hogy mikor koronázhatták meg, az is még érdekes számunkra. Megnézem már az időt, hogy nehogy túl hosszúak legyünk, mert aztán nem marad meg semmi jóformán. Még egy 10 perc, jó, mert ugye látom, hogy most már egy óra. Órán túl vagyunk. Akkor, de még lehet, hogy egy kicsit több lesz. Másfél óra csak legyen már. No, tehát azt, hogy mikor koronázták, nem tudjuk pontosan egyébként a koronázásnak az időpontját, többfajta logikai rendszer, még valami, nem koronázunk még, az lesz az utolsó téma. Koppány. Koppányról beszélnünk kell. Ugye a István király is, koppány, ugye rabok legyünk, vagy szabadok, hogy tordibálja meg minden. A helyzet az, hogy most olyan olcsó különben, azt nem értem, hogy az emberek, hogy eljátsszák a forradalmát, és akkor közben van egy ilyen áthatás az egésznek, hogy Szent István, aki egyébként Európához akart csatlakozni, és ilyettében megkeresztelkedik az azonos a Kádárral, aki a Szovjetunióhoz dörgölözik valahol, ugye? A koppány pedig a forradalmá szerepét játszaná el, ugye? Hát 48-as jelszavakat, rabok legyünk, vagy szabadok kiabál, és akkor eljátszhatják a forradalmát egy 3x3-assal. Olyan olcsó az egész. Nagyon olcsó. Na most koppányról, mint mondtam, nincs adat. Ez tényleg nagyon érdekes. Nem tudjuk, hogy ki volt. Abból az 1358-as képes krónikábólnak a 5 adatából próbálják visszafejteni, hogy ki volt koppány. Mert mondom, nem szerepel se a legendákban, se Anonymousnál, se a kézanynál, nem szerepel sehol. Nincs megemlítve a neve. Az, hogy háborúság volt, az van megemlítve. De nincs név. Na most ugye 1348 azért jó messzi van. És a 5 az, hogy Tarszőrént, Kávisszőrént volt az apja. Ugye Tarszőrént. Aztán az, hogy Somogyi vezér volt. Aztán az, hogy már Géza idejében is nagy rangot viselt. Aztán az, hogy Szent István édesanyját vérfertőző házasságra akarja, és Szent István meg akar ölni. Ez az 5. Ennyit tudunk róla. Ezért nagyon érdekes, hogy itt jelenik meg az ő személyisége. Erdélyi László, egyébként meg Bakai Kornélius utal erre, hogy hát bizony itt a felnégyelése is gond lesz, mert lehet, hogy meg sem történt. Hát hogy lehet az, hogy senkinek nem említi, hogy fölnégyelték? Csak 400 év múlva. És felvetődik az a kérdés, hogy nem arról van ez szó, hogy 1330-ban Zács Felicián ugye merényletet követel Károly Róbert ellen, akinek ugye a feleségének az ujjait is levágja közbe. De és ezt úgy megtorolják, olyan véres módon torolják meg, ahogy soha a magyar történelemben nem történt. És felvetették azt, hogy lehet, hogy ez a felnégyelés, ami azt jelenteni, hogy Esztergom, Veszprém, Győr, meg Erdélyben valahol, hogy ez az Ács Felicián elleni cselekedetnek
alátámasztása lenne, mert hiszen ugye a maga a képes krónika az ugye Nagy Lajos uralkodása, tehát Károly Róbert fiának az uralkodása alatt készül. És ugye ez egy ideológiai indoklást volt. Ha már Szent István is ezt csinálta, akkor miért ne lehetett volna kegyetlenül eljárni Zács Feliciánnal szemben. Most amúgy meg ebből az öt adatból a következőket. Van olyan elmélet, amelyek, mert azt se tudjuk egyébként, hogy ugye Álmos fia Árpád idáig ez rendben van. De Árpádnak nem tudjuk, hogy hány gyereke van, mert van olyan, amely Levente Tarhost összevonja, jellegű Jutas Zolta. És akkor négy gyereke van, nem öt. Nem tudom, hogy érthető. Most a Levente Tarhosnak lenne egy Teveli nevezetű leszármazója, Tevelinek lenne egy leszármazója, egy Tormás és Tarszőrénd, és Tarszőrénnek lenne a gyereke. Tehát ez azt jelentene, hogy a Levente ágból származott volna Koppány. És akkor tudjuk azt, hogy a végén az, tehát a jelleg ülő Jutas, annak Fajsza leszármazója, és a Zoltánnak pedig majd lesz Taksony, és utána Taksony után jön majd ugye Géza és Mihály, Mihálynak lesz a gyereke Vászolj és Szállászló, és egyébként ugye itt az, és a Gézának a gyereke pedig ott lány gyerekek mellett István, Szent István. Tudtuk követni? Nem tudtuk, de nem baj. Ez rajzolni kéne egyébként, de a lényeg az, hogy az van egy olyan, az a Mac-Ferenc féle elmélet, az azt mondja, hogy hát abból adódott volna a probléma, hogy ugye a Levente ágból, ahol Teveli, stb. Tarszőrén, Koppány ágból úgy szállt volna tovább a hatalmi cím, hogy mindig áganként. Tehát azt jelenteni, hogy akkor először a Levente ág volt, akkor utána átszáll a jellegülő ágra. Aztán utána annak a leszármazott el. Utána, hogyha az meghal, tovább száll ugye a következő ágra, és aztán Jutasra, és aztán utána Zoltánra. És hogy Zoltánnál, Taksonynál nem száll tovább, hanem ott marad Gézánál. És hogy ez lenne az ellentét oka. Ebben nincsen még vallás. Egyébként ez azért nem igaz, mert akkor már korábban kellett volna háborúnak lenni, ugye, mert Koppány Szent Istvánnal, de nem Gézával. Nem tudom, hogy érthető. Tehát ezért nem biztos, hogy valahogy. Van olyan elmélet is, amelyik azt mondja, ez a Bakai Kornél például. Az elegáns különben abból indul ki, hogy azt mondja, hogy Mihálynak volt két gyereke. És ugye van az, hogy Tarszőrénd volt, amit Kalvusz szóval, Kávi Szőrénd, annak azt jelenti, hogy szár fehér. Most ugye Mihálynak a gyereke Vászolj és Szár László. És ő azt mondja, hogy és a Szár Lászlót is a képes krónikában például ugyanazzal Kalvusz szóval jelölik meg, mint Tarszőrénd. És akkor azt mondja, hogy akkor ez nyilván az a szár, hogy a Tarszőrénd lenne Mihály a kerességben, és a Szár László lenne Koppány. Nem tudom, hogy érthető-e. Na de abban az esetben, hogyha így van, akkor azt tudni kell, hogy a Szent Galleni nekrológiumok szerint Gézát és Mihályt azt megkeresztelték. Tehát akkor az nyilvánvaló, hogy nyugati irányú kereszténységének kellett volna lenni. Hogyha ez igaz, mert ugye Mihálynak a gyereke. És a szár azért gyanús egyébként ez a Kalvusz szó, mert szár fej, például Andrásra, aki későbbi leszármazó, András azt írja, ugye megyünk tovább az idővel, Andrásra azt írja a képes krónika, hogy fehér volt és katolikus. Tehát a szár, mint mondta a Kalvusz, a szár fehér. És egyébként Béláról és a testvéréről, és azt mondja, hogy Benin, az is fehéret jelent. Na most ez mindegy. Na van ilyen elmélet is. Aztán van olyan elmélet is, amelyik azt mondja, hogy hát nem érdekes hogy vérfertőző házasság, meg stb., hanem azt mondja, hogy a terület alapján határozza meg. És akkor azt mondja, megnézi, hogy a Rába, a Zala, Balaton környéke kinek a birtoka volt, búcsújé, akkor azt mondja, hogy búcsú leszármazója kell, hogy legyen Tarszőrénd, meg Koppány is. Na de ez azt jelenteni, hogy búcsúról meg tudjuk, hogy 948-ban Bizáncba kinyárt és megkeresztelkedett, tehát akkor viszont keleti irányú keresztény, bár ekkor még katolikus egységes, de azért már 860-as évektől Focius pátriárka felsorolja, hogy mitől nem ortodox Róma. Mitől nem ortodox Róma. Na most tehát már akkor érződik az ellentét, mert ugye az végigmegy ez a probléma, hogy most kétfejű a kereszténység, mert hogy most a császárnál ugye Konstantinápolyban van a központ, vagy Rómában van a központ, Szent Péternél. Tehát ez egy tulajdonképpen ezen alakulnak ki az alapon alakulnak ki az ideológiai különbségek.
Aztán van egy olyan is, amik nem törődik azzal, hogy nincs benne a... hanem azt mondja, hogy hát a nyílt törzsnek ezen a területen volt, ahol feltételezi, mert úgy Csomogyi Vitéz volt ugye Koppány, nyílt törzsnek, na akkor Levente halála után van Kál halála után Vérbúcsú halála után van, tehát behelyezi a Vérbúcsút, mert Búcsú nincs benne egyébként a turulházba, és akkor Vérbúcsú leszármazza a Tarszörén leszármazza a Koppány. De ebbe az esetben is, hogyha azt mondja, hogy Vérbúcsúi volt ez a terület, és behelyezi a turulházba, ebben az esetben is keresztény Koppány. Tehát nem keresztény, pogány ellentét van. És akkor van egy harmadik, vagy van még egy sokadik, csak mondom, hogy ennyire nem tudjuk. Van olyan, amelyik azt mondja, hát a helyzet az, hogy Koppány az nem is személynév, hanem az avaroktól eredne, és az a dolog, hogy a Nagy Károly, amikor megkereszteli az avarok vezetőjét, akkor királyi címet is ad neki, ezt hívták kapkánnak. Ez a kapkán leszármazott lenne Koppány, és ezen a jogon lépne föl Szent Istvánnal szembe. Nem tudom, hogy érted. De ez is hatalmi harc. És ezt már akkor is tudták, amikor a művet írták egyébként, hogy nem a pogány keresztény ellentét volt. Nem tudom, hogy érthetően. És akkor még egy variáció, amit én gondolok egyébként, hogy mert ugye abból indulnak ki, hogy a vérfertőző házasság azért jött létre, mert hogy ugye a turul nemzetségben ő a legidősebb, ez a szennyorátus elve, hogy ő neki kéne jönni uralkodni, és az idősebb testvér, vagy a idősebb rokon elveszi az elhaltnak a feleségét, és ezért lenne ez vérfertőző házasság. Csak ugye a helyzet az, hogy az is gond már, hogy nem jött létre. Tehát nem, mert ugye azt szokták mondani, hogy azért a felnégyes a bolgároknál volt régen szokás a paráznasságért. Na de hát nem jött létre. Hát nem vette el. Legfeljebb szándék volt. Na de ráadásul nálunk, nem csak, ráadásul nálunk nem, vérfertőző házasság nem csak úgy lehet létre, hogy testi rokonság van. Ez elég érdekes dolog. És ez nyilván nagyon ősi lehet, hiába gondolják azt, hogy csak úgy a 16. század, nem így van. Mert ez a vérszerződésen alapul egyébként. Vérszerződésen alapul, és a következő a helyzet. Azt már a középkorban is nagyon szépen lehet adatolni. Hát Fügedi Erik hozza a elefántiak kapcsolatban, hogy ugye Szalkai László esztergomi érsek, aki egyébként ugye egy egyszerű vargának a gyereke volt, és Mohácsnál fog elesni, ő tanulja Sárospatakon, hogy minek van jelentősége házassági akadályként. És kiderül, hogy minek van jogi jelentősége egyébként a magyar kereszténységben. És kiderül, hogy három fát vezetnek. Az arbor consanguinitatis, tehát ez az összes vérnek a fája. Az a leszármazás, vérbeni leszármazás. Aztán vezetik az arbor affinitatis-t, az a sógorságnak a fája. Nyilván ezt is tudni kell, hogy kinek a sógora, meg hogy. Ugye? És van egy harmadik, amit vezetnek, az a arbor spiritualis cognationis, az a lelki rokonság fája. Most a lelki rokonság fája az úgy jön létre, hogy ha nekem a gyermekemnek a keresztapja, keresztanyja nem vérrokonom, hanem akár a teremből valaki, akkor abban a pillanatban, hogy a keresztség megtörtént, mi hiába nem vagyunk vérrokonok, első fokú rokonokká változunk. És a keresztapa gyereke, fia nem veheti el az én lányomat. Nem tudom, hogy érthetően. Pedig, mert vérfertőző házasság lenne, pedig nincs köztünk testi rokonság. Nem tudom, hogy érthetően. Ez ugyanígy van egyébként a Komárnál is. Úgyhogy nagyon, és így lehetett a vérszerződésnél is, és nekem nagyon nagy a gyanúm, hogy valami ilyesmi van Koppány esetében is, hogy ő úgy lehetett vérfertőző, hogy vagy, ugye a Kupa név is egy kicsit visz ebbe az irányba, mert vérszerződés, hogy vagy keresség, vagy vérszerződés, ami által ugye idegen testvérré fogadunk, aminek aztán a komasság lesz a kicsúcsosodása, hogy valami ilyesmiről lehetett szó. Tehát az is lehet, hogy nem is volt benne testileg turulházban. Na tehát ez egy ilyen kérdéskör. És még valamit el kell, hogy mondjam, hogy ugye ott a darabban például, nagyon jó egyébként, ilyen szempontból azt mondom, hogy tudunk elemezni, ott a darabban emlékszünk, hogy van egy tátos. És ugye a tátos vallás miatt ágálnának, mert a kereszténységet nem akarják, mert nem kell nekik olyan Isten, aki megöli a fiát, meg stb. És ott ugrálnak meg minden. És az nagyon jó, hogy
De először is azt már László Gyula leszögezi nagyon helyesen, hogy ilyen, hogy tátos vallás nincsen. Nincsen. A tátos az egy különleges képességű ember. A tátosnak születni kell. Tehát nem érdemes tátos iskolába járni, mert nem lehet megtanulni. Ezért nevettem jót, mert a Kurultájon olvastam, hogy aki tart rendszeresen ilyen szertartásokat, hogy azt mondja, hogy hát 35 évesen vette észre, hogy ő tátos. Mondom, ez nagyon jó, mert hát tényleg, mert születni kell, vagy fölös csontja van, tehát ezt nem lehet nem észrevenni egyébként, vagy hatúja van, vagy fölös foga van, tehát vagy burokban születik, többletvére van, tehát erre születni kell. 7 és 14 évkor körül elhívó betegsége van, ugye, és nem akar tátos lenni, mert tátosnak lenni nem olyan nagyon jó. Mert egyébként azért kell fölös csont, hogy még annyit, hogy azért nem vallás, mert egyrészt vallásnak el kell, hogy mondjam, hogy megszabott szertartásrendje van. A tátosságnak nincs megszabott szertartásrendje. Megszabott szertartás évköre van. Tehát ezeket nem... Ő arra képes, hogy a létállapotok között utazva, hogyha betegség van, tehát elmozdul az egyensúly, akkor azt helyre tudja állítani. Ugye emlékszünk a mesékben is úgy van, hogy átbucskázik a fején, és létállapotot vált. Vagy bika, vagy tűz, tehát láng. Ez viszont azt az ősi ember is tudta, hogy az élet az mindig egy vázra szervű láng, tehát csontvázra. Hát hogyha nekem minden csontan ebben a világban foglalt, akkor mire fog rászervizni a másik létállapotom? Nem tudom, hogy értjük el, amit mondom. Most ehhez képest mit láttunk az István királyba? Ki játssza a tátost, a főtátost? Hát Deárbír Gyuli. Akivel nincs semmi baj, de hát nem, hát neki nem úgy több csontja lenne, hanem sok sorta kevesebb van. Tehát most... Tehát ezek... Hát ezek tényleg, hát néprajzi hagyományban benne van, hát utána kell nézni, hogy kit tartanak tátosnak. Hát, tehát nem úgy van, hogy kinevezem magamat. És akkor még ez a Kurultájon lévő, illetve ez még azt is meglátta, hogy 1500 évvel ezelőtt ki volt. Hát nekem jó a megváltó is. Nem, tényleg, hát most vagy van megváltó, vagy nincs megváltó. Döntsük el, ha viszont megváltó van, akkor nincsen reinkarnáció. Nincsen reinkarnáció. És még valamit akkor, amiről beszélni, a koronázása. Hát én azt gondolom, hogy a koronázása az nem, van ilyen, hogy december 25 nem, karácsony napján nem koronázunk. Abban majdnem biztos vagyok, mert például a karácsony, meg a nappéntek, az mindig Krisztus. Tehát Krisztus elő oda tolakodni. Krisztus születik, hát most akkor, hát az a nagy ünnep, hát nehogy már, nem, az csak Krisztusé. De az viszont nagyon érdekes, hogy mit mond Hartwig. És nekem az a gyanúm, hogy ekkor történt meg a koronázása. És ugye, hát Hartwig azt mondja, hogy amikor egyébként, ugye, látomás alapján, amúgy nagyon érdekes, hogy Szent Istvánt is állam jelenti meg, mert Gézának mondja, hogy nem neked adatott meg, hogy véghez vigyed Istennek az akarát, tőled származik majd a fiú. És utána van egy látomás, amiben az van, hogy az édesanyjának megjelenik egy angyali arcú jelenség, és akkor azt mondja, hogy fiat fog születni, és az én nevemet ad néki. És erre visszakérdez az édesanyja, kivel áll szembe. Mert azt mondja, hogy én vagyok első vértanú Szent István. Ugye az én nevemet, mert először jár majd neki korona. Persze, lehet, hogy az égi koronára gondolt. Most ugye, ez nagyon érdekes dolog, mert első vértanú Szent István ünnepnapja az december 26-a. Mert nagyon logikus az egész, mert egyébként az István név, erre már nem lesz idő, hogy elmondjam, de azt tudjuk, mert ezt többször elmondtam már, hogy Szent István édesapját Gézát is Istvánnak keresztelték, meg a nagyapját is Istvánnak keresztelték. És a kereszténységben a keresztnévnek óriási jelentősége van. Ugyanis a keresztséggel az ember újjászületik. Mert ugye amikor megszületünk, akkor ugye az áteredődünk,
És ez szinte egy kicsit, azt kell, hogy mondjam, tagadni botorság, mert az kétségtelen tény, hogy amikor az embert megteremtették, az Úristen képmására teremtették. Ez azt jelentette, hogy egészségében ragyogta vissza az Úrnak a jelenlétét. És hogy, mivel egészségében ragyogta vissza az Úrnak a jelenlétét, egészséges volt, romlatlan volt, léte illatozott, mint a paradicsom. És amikor megjött az éhezés, elszakították a gyümölcsöt, akkor megromlott ez a képmás, és a romlandóság következménye, hogy meg kell halni. És ezért mondom, hogy hát a romlandóság következménye, hogy meg kell halni, és ezzel alól csak egy módon lehet menekülni, hogyha az ember magára veszi annak a jelét, aki legyőzte a halált. Tehát megkeresztelkedik. És amikor megkeresztelkedik, akkor úgy születik újjá, hogy a romlandóság hatalma már nem teljes fölötte. Ezért is nem értem azokat, akik azt hiszik, hogy nincsen ilyen, hát a kígyó mérge mindannyiunkban benne van. Hát ugye a latin azt jól mondja, hogy a kígyó harapása az a morzus, a halál pedig a morsz. És tényleg úgy van, hogy ezért nem értem, azt mondom, hogy elnézést a kifejezésért, de liberálisnak lenni butaság. Hát nem, törvény van. Hát ne, mi az, hogy majd megválasztom a nememet. De nem csak ez, hanem hát ide figyelj, ha szerencséd van, de csak ha szerencséd van, akkor meg fogsz öregedni. Ami abból áll, hogy fájnak majd az ízületeik, ki fog hullani a fogad, nem fogsz látni sem, alig fogsz tudni járni is. Ez törvény, ezért nem fogsz. Nekem most nincs kedvem. Egyet mutatok, akinek nem volt kedve és nem halt meg. Egyet! Törvény van, a világ törvény szerint épül föl. Ha nincs szerencséd, akkor meghalsz, de az is törvény. És ezért az, aki liberálisan gondolkozik, az úgy gondolkozik, mint egyik... Nem mondom ki a... Csak kegyeleti okokból nem mondom ki a nevét, de egy művészünk, aki 93 éves volt, és még 93 évesen bevitette magát a kórházba, mert azt hitte, hogy meg lehet úszni. Nem lehet megúszni. Mert még 70 évesen bevitett, persze, de 90, mit vártál? Még 93 év lesz, vagy mi? Holott örülni kellett volna, hogy otthon éri a vég egyébként, és a helyzet az, hogy az Kuntán nagyon szépen mondja, hogy az az utolsó átváltozás. És ez nagyon nem mindegy, hogy ott történik meg. És a mi nagyjaink olyan szépen tudtak meghalni, mert tudták, hogy van halál. A halál tudata az nem baj. Az a helyzet, hogy a halállal különben az élet szűnik meg, de nem a létezés. És nem mindegy, hogy az utolsó átváltozás hogyan történik meg. Úgy, ahogyan Bethlen Gábornál, vagy úgy, hogy mentőt hivatok abban a pillanatban, 93 évesen. Bethlen Gábor, tudjuk, hogy halt meg, ezt meséltem. Hát vagy Hunyadi. Hát kért egy papírt a feleségétől, és nem, mert nem tudott már beszélni. És akkor két mondatot ráért. 1629. november 15 csütörtök volt. Na mindegy. De lényeg az, hogy odaérte, hogy ha Isten, ez a si Deus pro nobis, quis contra nos, ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. És akkor még utána írt még egy mondatot. Ezt fejünk, bizonyára senki sincsen, vessző, és még az utolsó átváltozás kapujából visszaszólt, senki sincsen. És meghalt. Hát nem. De a liberálisan gondolkodom, hogy majd én eldöntöm, nem fog menni. Na és pont ez a mentség, a keresség. Hogy nem, és megkeresztelkedik, és akkor a nagy törvényből kap az ember egy küldetést. Az ember keresztnevének jelentése van, ezért nem szabad olyan neveket adni, hogy Jennifer, meg Lopez, meg mit tudom én, mert... Nem fogja tudni a küldetését, hogy micsoda. Hát és ezért például 1260-as években Jakobus de Boreginé összegyűjti a szentek élettörténetét, ennek az a neve, hogy Legenda Aurea. Ugye az összes szentekre vonatkozó addigi tudást 1260-as években, a Biblia mellett ez marad meg a legtöbb példányszámban, tehát a legolvasottabb műnek számít. Egyébként olyan is benne van, hogy Abgár király levelezik Jézussal, stb. De a szentek élettörténetét mindig úgy írja le, hogy megadja a szent nevét,
annak a jelentését, hogy mit jelent maga a név, és utána az élettörténetből visszaköszön a névnek a jelentése. Na, hát ezért nem szabad, én nekem visszaköszönöm tényleg, mert én Tibor Mihály vagyok. Tibor az harcos, szent, Mihályról úgy szintén, úgyhogy fel kell valakit darabolni, szóljanak. Nem fizikailag, de pillanatok alatt kizom aztán. De hát az István névről pedig konkrét, a legendája is mondja már, hogy azt jelenti Stefanus, hogy korona. És a másik, amit jelent, azt mondja Jakobus Deboreginé, hogy a héberből eredeztetve pedig azt jelenti, hogy norma szabálytörvényt van. Tehát, ha én azt mondom, hogy Szent István, azt mondom, hogy Szent Korona. És azt mondom, hogy Szent Korona tan. Na most ez majd vissza is. De ami érdekes, hogy miért? Hogy gyorsan visszatérve arra, hogy hát tényleg igazat mondok. Hát mit tudunk, miért Korona első vértanú Szent István? Azért, mert ő volt az emberiség történetében az első, aki Krisztus szerelméért meghalt. Tudnék, ugye őt azért verik agyon a zsidók, mert apostolok cselekedete, nem én találom ki, mert a következő történik, hogy ő neki Krisztus a szívén, Krisztus a száján, Krisztus minden cselekedetében. És ezt nem szívelhették a zsidók, és ezért törvényszék elé állították. És itt, és de igen, de nem csak ez a lényeg, hanem az, hogy és ezért norma szabály törvény. Az ő nevének a jelentése mondja a héberből eredeztetően, mert ugye ő amikor törvényszék elé állítják, akkor vádlottból vádlóvá változik, mert elmondja a zsidóságnak, hogy azt mondja, hogy a történelem folyamán a új szövetség szempontjából mikor, hol vétkeztek. És amikor saját korához érkezik, akkor arról beszél, hogy ti, aki az igaz eljöveteléről prófétát nektek, azokat üldöztétek. Amikor az igaz eljött közétek, megöltétek őt. Angyalok törvényével, angyalok által átvettétek a törvényt, de meg nem tartottátok. És akkor erre ítélik megkövezésre különben. És azért is korona, mert egyébként a Krisztusnak a 8 mondatából a keresztfán, amit most hétként tisztelnek, mert összevonják azt, hogy anya, íme a te fiad, fiú, íme a te anyád, ő elmond tulajdonképpen 2 mondatot. Az egyik az, hogy bocsáss meg nékik, nem tudják, mit cselekszenek. Ez a ima ellenségeinkért. Imádkozzanak az ellenségünkért. Mert megtérni csak úgy fog, mert szembesül saját magával. Annál nagyobb szenvedés pedig a világon nincsen, úgyhogy nyugodtan imádkozzanak az ellenségeikért is. Úgyhogy, de a lényeg az, hogy azt mondja, hogy nem tudja, mit cselekedni, és utána elmond még egy mondatot, amit Krisztus mondott keresztfán. Krisztus, amíg a keresztfán van, azt mondja az atyának, hogy legvégül, hogy kezedbe ajánlom lelkemet. Krisztus azt mondja, elsővétlenül szentesen azt mondja halál pillanatában, kezedbe ajánlom lelkemet. Tehát ezért korona is törvény. És ugye ezt a nevet viseli Szent István. Elmondja a legendája. És milyen érdekes, hogy a Szent Koronánkon, amely zománcképes korona, 19 zománcképes, nem ismerünk ilyen nagyszámú zománcképes koronát, mert ismerünk zománcképes, de az, hogy ennyi lenne rajta, mondjuk a Német-Római Császári koronán, mindegyik kép ószövetségi. Nálunk a 19 zománcképből nincs egy darab ószövetségi se. Új szövetségi, mint amilyen nevet visel a mi királyunk. Új szövetségi koronanév. Amire emlékeztet, ugye a mi királyunk. És akkor innét világossá válik az például, hogy képzeljük el, és akkor most értsük meg, világossá válik az, hogy miért nem volt szabad Szent István. Egyrészt, hogy győztes király volt, egyrészt, hogy jó Istenhez és az evangéliumhoz kötődött, és még egyrészt, hogy minden magyar királyt beöltöztettek Szent Istvánnak a rekvizitumaiba. Ezt 1260-as időszakból már adatolni tudjuk. Egy utazó ciszter külföldi szerzetes leírja, hogy a magyar uralkodónak meg kell kapni a Szent Istvánnak a kellékeit. És ugye ezt elmondják majd 1440-ben, július 17-én. És ugye amikor első Ulászlót koronázzák, Szent Korona hiányában. És azt mondja, hogy de megkapta az összes szükséges kelléket, ami a Szent Királyhoz köti. Tehát ez azt jelenti, hogy beöltöztették a Szent Istvánságba. Mindenkori magyar király az megelevedett Szent Koronává változott. És ezért a Szent István kultusz az nagyon fontos. Mert akkor kidobtuk minden királyunkat, de nem csak minden királyunkat, hanem egy olyan kapcsolódási pontot, ami a Jóistenhez köt, mert
a nagyon gyanúm, hogy Szent István nem újat hozott, hanem a régit tetté örökké. Tehát amikor az a felfogás, hogy felajánlja az országot halála pillanatában, mert itt sajnos már nincs időm arra, nem az életből, hanem nagyon hosszú lesz az előadás, hogy elmondjam, hogy világ végét vártak ám akkor, amikor ő, ez a Kiriáté, ez a ezret tartalmazó, ez a görögül, a millenárizmus latinul, úgy gondolták, hogy a ezredik évben a jelenések könyve alapján, hogy ott világ vége fog bekövetkezni. És nagyon érdekes, hogy mi Szent Istvánunkat koronázzák ekkor. Ezerben. Ezer-ezer egy fordulóján. És ugye ő fölajánlja, egyébként ez végig lebeg, mert úgy tartják, hogy esetleg vagy 1000-ben, vagy 1033-ban. Mert Krisztus születéséhez képest tartott volna az 1000 éves virodalom. Vagy a halálhoz képest. És vannak is jelek ilyen, hogy például a képes kronika szerint 1022-ben két napot láttak az égen. Ez komolyan, nagyon érdekes, mert viszonylag rárisan írja le a történetet, meg nagy földrengés volt, meg stb. És akkor ezt így megjegyzi. Aztán ezt az altai évkönyvek is leírják, 1021-ben, hogy Magyarországon két napot láttak. Arról nem beszélve, hogy Al-Hakim nevű uralkodó az elkezd kegyetlenkedni 1220-as évek környékén, és írja a keresztényeket, mert Szentföld, Fatiminda uralkodó volt, ugye a Szentföld az ő kezükön van. A Szír Jármuk fia Yusuf az borzasztó kegyetlenséggel öli a keresztényeket. És akkor 27-ben meghal Al-Hakim, és akkor utána indulnak újra meg a zarándoklatok a Szent Sírhoz. Mert ugye 33-hoz közel vagyunk. Tehát, de itt azért érdekes dolog az, hogy mi történik. Halála pillanatában Szent István, ugye, mint mondtam, felajánlotta az országot. Nagy boldogasszony napján. És ő akkor lelki a lelkét. Tehát a szűzön a koronája, ugye Szent István, az Magyarország Szent Istvánon keresztül, ez is ábrázolják úgy, hogy felajánlja a koronát. És itt még valamit el kell, hogy mondjak, hogy az utolsó mondata pedig az, és ez nagyon érdekes, azt mondja a szűzanyának, hogy kezedbe ajánlom lelkemet. Tehát hogy is van ez? Az van, hogy a kicsi Krisztus koronája, ugye, aki mikor megszületik, utána lesz első véletlenül Szent István december 26-án. És halál pillanatában azt mondja december 26-a, hogy kezedbe ajánlom lelkemet, mondja a megváltónak. A megváltó az atyának ajánlja fel a lelkét, és utána a mi Szent Istvánunk augusztus 15-én a szűzanyának ajánlja fel a lelkét. És 20-án van az ő ünnepe. Tehát így azt mondom, hogy teljes az üftörténet. Mi a szűzanya népe vagyunk, és nagyon helytelen, hogy nincsen állami ünnepünk. Mária ünnepünk. Nagyon, mert akkor eszünkbe jutna, hogy mi úgy gondolkodtunk, és azért mondtam, hogy keleti gondolkodás ez, hogy ugye felajánlotta az országot. Ettől a pillanattól kezdve Magyarországon a földet tulajdonolni nem lehetett római jogi értelemben. Csak birtokolni lehetett, használni, szedni, de rendelkezni nem lehetett. És azt sem egyén birtokolta, hanem közösség. Egy nemzetség közösen birtokolta, használta, és ha kihalt, akkor visszaszállt a koronára, ez a radix omnium possessionum. És ez tipikusan keleti gondolkodás. Hát tessék megnézni, a szkítáknál írja, amikor nem akar Darajassza megütközni, Krisztus előtt 5-12-ben a szkíta uralkodó azt gondolja, nem akar, és közben nem ez van, már felperzselt föltaktikáját, és azt válaszolja vissza, hogy nekünk nincsenek épített városaink, nekünk nincsenek elkerített földeink. Ugye arra, amire Sztrabón azt mondja, hogy a szkíták mindent közösen bírnak, kivéve a kardot és a kelyhet. Tehát ez tette örökké valóvá. Ez a gondolkodás tulajdonképpen a 19. század közepéig élt. Hát az ősiség, ez ki is mondja, hogy a halál után átszállt adományos föld, az terhelhetetlen és forgalomképtelen. Tehát én azt mondom, hogy Szent István szűzanya és a Krisztushoz való tartozandóságunk, az pontosan az állami életünkön keresztül is érzékelődni kellene, és akkor visszatalálhatnánk a régi múltunkhoz. Mármint a régi múltunknak a csodálatosságához, mert csodálatosabb volt, mint most.